Közel 100-an vettek részt a kihívás napján. A rendezvény célja az, hogy rendszeres mozgásra ösztönözzön. A mozgalom a 90-es években népszerű volt, a Magyar Szabadidősport Szövetség pedig szerette volna életre kelteni a hagyományt, ezért kereste meg a Paksi csapatom kori klubot, hogy szervezzék meg helyben a programot. Az eső sem tudta eltántorítani a felnőtteket és gyermekeket. A regisztrációt követően a Destiny's Dancers Tánc Egyesület tartott zenés bemelegítést, majd görgkorcsolya helyett cipőben teljesítették az akadálypályát. 89-en jöttek el, de lelkesek voltak, tehát azt látjuk, hogy lelkesek voltak, és lett volna görgkorcsolya bemutató, vetélkedő, csapatunknak a főprofírjaként a görgkorcsolyát megmutattuk volna itt a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, illetve hát ugye nagyon sok szponzorunk volt, ezáltal egy kicsit fel tudtuk pörgetni az eseményeket.